Berkényi Tamás, a Vadmadár Kórház vezetője ismét interaktív tanórát tartott az ezredéves általános iskolában. A gyerekek ezúttal három mentett madár segítségével tanulhattak. Mint ahogyan a bagoly repül, amikor éjszaka vadászik. Többek között erről tanulhattak a rendhagyó órán az ezredéveses diákok. A Vadmadárkórház három mentett madara, egy vörös vércse, egy macska bagoly és egy szarka segítségével. Berkényi Tamás előadásában a környezetvédelem és a madármentés fontosságára hívta fel a gyerekek figyelmét, miközben érdekességekkel ismertette meg őket. Valóban rendhagyó volt ez az óra abból a szempontból, hogy madarakat hoztunk be a gyerekeknek a foglalkozásra, viszont ez egy nagyon régi és hosszú kapcsolat az ezredévessel, rendszeresen tartunk madárbemutatókat. Ezzel alkalommal az iskolai programjuk részeként három madár megismertetését kérték, egy macskabagyot, egy szarkát és egy vörösvércsét hoztam a gyerekeknek, és tulajdonképpen erről szólt az előadás. Megismertük a madarakat, a tulajdonságaikat, a jellemzőiket, az életterüket, a táplálkozásukat, a szaporodásukat. Ezt egy meglehetősen interaktív, beszélgetős, kicsit viccelődős formában tettük. Szerinted miért fontos ez? Tehát régi már ez a kapcsolat, többször is találkoztatok egymással. Miért fontos, miért hasznos ez? Általánosságban azt gondolom, hogy a gyerek foglalkozások rettenetesen fontosak, hiszen ez az a korosztály még, akivel meg lehet értetni a madármentésnek a jelentőségét, akinek meg lehet mutatni, hogy egyáltalán a környezetvédelemre milyen hatással van az emberi tevékenység, mekkora károkat okozunk. Mindig azt szoktam mondani, hogy a madár az egy nagyon jó indikátor a környezetvédelmi állapotunknak, a helyzetünknek, hiszen itt nem arról van szó, hogy ez a madár megbetegedett, az a madár megbetegedett, hanem arról van szó, hogy nagy számban beérkezve a madarak tulajdonképpen megmutatják és lekövetik, hogy milyen környezetvédelmi problémák vannak az adott területen. Azt gondolom, hogy átvitt értelemben a madárindikátor szerepe rettenetesen fontos. A gyerekek esetében pedig az a lényege, hogy nem csak megmutatjuk a környezetvédelmi károkat, hanem megmutatjuk nekik a segítségnyújtásnak egy nagyon különleges, nagyon érdekes módját, hiszen ahogy itt az előadásban is elhangzott, ezeket a madarakat gyerekek, szülők, családok hozzák be, akik úgy érzik, hogy segíteni akarnak ezeken az állatokon. Tehát a segítségnyújtást, egyfajta példamutatást közvetítünk a gyerekek felé. Ez általánosságban a Vadmadár Kórház gyerekprogramjának a lényeg, a madármentés, lélekmentésnek, és itt valóban kialakult az itt dolgozó pedagógusokkal egy közös munka révén egy úgynevezett madármentés, lélekmentés speciális program, ahol az ő segítségükkel a madarakat a gyerekek mindennapi oktatásába bevontuk. Hogy ez miért látványosabb és miért működik jobban, mintha csak elmondanánk nekik, vagy ha csak felolvasnánk nekik valamit, az azt gondolom érthető, hiszen a madárnak a jelenléte olyan erőteljes impulzusokat, benyomásokat okoz a gyerekeknek, hogy biztos, hogy sokkal maradandóbb, sokkal emlékezetesebb az ilyen tanóra, mintha csak elmondanánk nekik a tananyagot. A gyerekek mennyire vettek részt a tanórán, mennyire voltak lelkesek? Azt gondolom, hogy ez látható is volt. A gyerekek nagyon lelkesek, természetesen olyan lépések, fogások is vannak az előadásban, ahol bevonjuk őket. Ez egy nagyon-nagyon interaktív előadás. Ugye itt másfél óráról volt szó, tulajdonképpen 20 diával ment végig az egész. Egy-egy diánál rengeteg játék, rengeteg interaktív együttműködés, beszélgetés, gyakorlat volt, hiszen kipróbáltuk, hogy hogyan repül a madár, kipróbáltuk, hogy milyen hangot adnak a madarak, megnéztük, hogy hogyan fészkelnek, megnéztük, hogy milyen helyen laknak, milyen az életterük, és a többi, és a többi. És ez egy folyamatos interaktív beszélgetés, tehát arra nagyon vigyázni kell, hogy nem egy ilyen egyoldalú 45-50 perces egyirányú előadásról lenne szó, hiszen ez nem kötné le őket különösebben. Itt pedig azt láthattuk, hogy másfél óra után is lelkesek voltak, mégis érdeklődőek. Még egy kérdésem lenne, hogy mit kell tudnunk ezekről a madarakról, hogyan kerültek ők hozzátok? Három madarat hoztam, az egyik egy macskabagoly, aki autóbaleset miatt került be hozzánk, elvesztette a látását, az egyik szeme olyan súlyosan sérült, a másik egy fészekből kiesett pici kis szarkafióka volt, kipottyant, megfogta a macska, voltak feletes sérülései, behozták, meggyógyult, őt most még itt neveljük a kórházban, a harmadik pedig egy vörös vércse volt. Ott az áramütésnek a gyanúja merült fel, de
de végül is a szán végén találtunk egy pici kis égéses elváltozást, tehát azt gondoljuk, hogy ő azon ritka vörösvércsék egyike, aki valóban valószínűleg megúszhatja az áramütést. Ez a legtipikusabb sérülése amúgy a vörösvércséknek. Az iskola és a vadmadárkórház együttműködése évek óta tart. A gyerekek az interaktív tanórák által több területen is fejlődhetnek. A madarakat be tudják vonni matematika órába, például méreteik, súlyuk által, közben pedig megismerhetik a madarakat is. A mi iskolánkban nagyon fontos az, hogy ne csak elméleti úton tanítsunk, hanem mindent próbáljunk meg minél közelebbről, minél aktívabban megtapasztaltatni, megfogatni, kipróbáltatni, és ehhez nagyon nagy segítség Tamásnak a jelenléte. Jó pár éve, nem is tudom, 4-5 éve volt egy madaras hetünk, amikor először meghívtuk, és ezt mondhatom, hogy már barátsággal alakult Tamás és az iskola és a gyerekek között, mert olyan lelkesen jön, és mindig van valami új, mindig van valami, amit mi be tudunk építeni a gyerekeknek, és például mondjuk a madár az a madár, vagy az az állat, akiről azért nehéz, mert látsz ketrecben kis kutyát, meg medvét, akiről tudsz beszélni, persze nem tudod megfogni, de látod közelben. A madarat ritkán tudod ilyen közelségbe hozni. És ez, hogy ide jöhetnek, hogy megsimogathatják, hogy látja, hogy kiteríti a szárnyait, hogy ráfog Tamás kezére, ezek mind-mind olyan élmények, amik bent maradnak a gyerekekbe, föl fogják tudni idézni, mert megtapasztalták ők maguk, és nem közben nagyon fontos. Ez segít nekik egyébként a későbbi tanulásban is, tehát hogy ők visszaidézhetik ezeket az emlékeket, és jobban megragadnak talán ezek az információk, amik itt elhangzottak, ez segít más tantárgyakban is egyébként? Hogyne, nálunk nagyon komplex az oktatás, ugyanúgy van persze olvasás, meg számolás, de mi mindent egy komplexumként kezelünk, és a környezetben például minden megjelennek az állatok, de megjelennek a számolási feladatok, például egy matematika óra keretében, amit szintén Tamással csináltunk, kézbe vehette a madarat, megsatszolhatta a súlyát, megmérhette a magasságát, megmérhette a szántávolságát, és azért ugye sokkal lelkesebben csinálja, mint ha azt mondom, hogy itt a vonalzó, mérd le ezt a vonalat. Hát ez nem érdekes, de bezzeg egy madárnál, ez nagyon érdekes. Tehát, és akkor ezt mind vissza is tudja idézni, mert emlékszik, hogy a Tamás bácsi itt volt, és elmondta, és megmutatta, és megfoghattam. Össze kell kötni a fontokat, ugye a számok alapján. Az előadást követően a gyerekek különféle feladatok által dolgozták fel a látottakat és hallottakat.